A mőzsi viselet egyediségét 1993-ban tradíció védjeggyel ismerték el. Német viseleti elemekből, valamint magyar és szlovák viseletekből átvett motivumokból évtizedek alatt harmonikus egységé formálódott a mőzsi viselet. Napjainkban a mőzsi német nemzetiségi klub tagjai ebben a viseletben lépnek a közönség elé. Az egyedi viseletet a mőzsön élő nemzetiségek egységesen hordták, mesélte Koncz Jánosné, aki arra is kitért, hogy a szlovák és a sváb viselet csak a nők hajában és fejfedőjében tért el egymástól. Ugyanakkor a különböző korosztályt képviselő nők egy-egy esemény során eltérő viseleteket hordtak. Ami a legdíszesebb vagy a legszebb, az a fiatal lányok viselete volt. Ami a legszínesebb volt, ami hát már állt a... Hát, mely haladjunk, akkor lentről fölfelé. Állt egy pacskerból, vagy egy cipőből, ez a cipőt akkor még suszterok készítették, lábra szabva, és akkor az teljesen egyedi darab volt. Tehát a pacskert pedig minden családban önmaguk kötötték. A mőzsi pacskerok nem voltak díszítettek, nem voltak színesek, mint itt a környéken, sok sváb településen, csak fekete. A díszítést az a kihagyott lyukak, a kötés során kihagyott lyukak adták. Némi ilyen lyuktisztítés, vagy ilyen kihagyás volt, tehát az adta a díszítését a pacskernak. Aztán jött a harisnya, ami azért egy nagyon különleges darab, aminek a különlegességét az adja, hogy egy külön kötési minta van benne, amit úgy hívtak, hogy Rájrűpakranc. A legünneplősebb az a természetesen a fehér volt, de volt belőle lila, barna, zöld, tehát mindig úgy illesztették, próbálták illeszteni a felső szoknyához. Tehát ez a harisnya, ami a Rájrűpakranccal volt, ezt egy strumpándri vagy egy gumi tartotta a lábon, mert ez csak egy térdig érő harisnya volt, vagy kicsit tért föl is volt, aki úgy hordta, de inkább csak térdig érő volt. És akkor jöttek a szoknyák, aminek a legalsója az egy péndő. Az volt az egyetlen olyan ruhadarab, ami hátul kötős. Ennek azért a rendeltetését csak gyorsan, röviden, ugyanis akkor nem voltak a lányok, asszonyok bugyit, és ez volt az, amit akart, ugyanis az összes többi szoknya elől nyitva van, és ez volt az a szoknya, ami hátul volt sliccelve, és ezért előt akart. Tehát ez volt a péndő, akkor volt 3-4-5 alsó szoknya, ami nagyon ki volt keményítve az ünneplős viseleten. Ez mindig fehér volt, és azt fette a felső szoknya, ami nagyon szép ilyen brokátsejem anyagból volt, amit itt a környéken, a vásárokba szerezték be az asszonyok, és abból készültek a felső szoknyák. Kötény minden viselethez volt, tehát minden korosztályban mindig kötény nélkül nem léptek a lányok, asszonyok az utcára. És akkor az ünneplős az fekete volt, alul csipkedíszítéssel, ahogy itt a babán is látjuk, és a válkendő, illetve itt alul lehetett ing is, rövid ujjas ing. Nem tudom, az most itt van-e valamelyik babán, itt van egy ilyen kis, csak könnyékig érő ing. Elől monogrammozva, csak idáig volt nyitva, hogy bele lehessen bújni, és akkor arra jött még ez a úgynevezett unörcich ermő. Ennek az érdekessége az, hogy ez egy kicsit jellemző volt a svábokra, hogy ennek csak az ujja díszített. Tehát itt belül ez a mellény rész, ez lehetett valami, hát nem elhasznált, de azért egy olyan anyag, ami már máshonnan megmaradt, vagy egy mellényből kiszabták, és akkor az adta az alját, de nagyon szép díszített ujjat raktak bele, mivel a kendő miatt a többi nem látszott. Úgyhogy itt akkor megspórolták magát az anyagot, és csak az ujja volt ilyen díszített, ezért hívják unörcich ermőnek, vagyis alulra fölhúzható ujj. És akkor a kendő jött, a válkendő, az mindig kézzel készített volt, sejemkendő, illetve hordtak még kázsmírkendőt is, itt ezen a babán látunk egy kázsmírkendőt.
A kézzel hímzés az saját motivumok alapján volt, aki kitalálta, de azért volt egy jó pár a faluban, ami például volt a szunapluma, az napraforgó virág, akkor a hunörpengő kranc, ezek ilyen jellemző mintázatok voltak, ezt úgy adták kézről kézre egymásnak, lerajzolták és akkor kihímezték. A kendőket csomózták is, nagyon szép makramédíszítéssel, ez mind-mind kézi munka volt, és általában azokat a színeket használták, ami a kendőbe is szerepel, tehát az adta a rojtozásnak, és általában három szint, a három alapszínét. A fejére pedig egy úgynevezett haubli került, ez minden családban önmaguk készítették, volt egy-egy szabás minta hozzá, és akkor abból kiszabták. Hát aki nem volt azért annyira ügyes, mert akkor sem tudott mindenki nagyon szépen varni, nagyon szépen szabni, annak segítettek azért a többiek, tehát így összedolgoztak mindig így az asszonyok, meg hát jártak a fornóba, azért akkor ott is tapasztalatot cseréltek meg, egymásnak besegítettek. Tehát ilyen haublit hordtak, ez a haubli, ez jellemző volt a svábasszonyok viseletére, mert ezt szinte mindig viselték. Például az én nagyanyám 96 évesen halt meg, és ő előtte egy rövid időre kórházba is került, de oda is be kellett vinnünk. Az egy ennél egyszerűbb volt, azt úgy hívták, hogy slófhauva, tehát éjszakára hordták, ez egy alvó sapka, de a szabása hasonló volt, csak például nem volt kikeményítve, nem volt ilyen szélesebb csipkével, csak egy egész kis keskeny csipkével díszítve, de annyira megszokták, hogy őnek állandóan fázott a feje, ahhoz nem volt a fején. Tehát ez mindig a fejükön volt. Na most ilyen mindennek a babának, de hát sajnos itt adva volt a baba, ilyen kilógó hajak a régi viseletnél nem lehettek, tehát ilyen sok haj, amit elő ki. Teljesen hátra fésülték a hajat, feszesen hátra kötötték, ugye mindenkinek hosszú haja volt, konyba fonták, megfonták és egy konyba összekötötték, és az töltötte ki a haublinak ezt a felső részét. Amit még itt babákat látunk, az például egy menyasszony, annak csak kiegészítésként annyit tennék még hozzá, hogy annak a köténye az egy nagyon-nagyon széles fehér kötény, szinte majdnem körbe eltakarta a felső szoknyát. A menyasszony ugyanabban a viseletben volt, ami csak egy új felső szoknyát kapott esetleg, meg egy menyasszony kabátot, az viszont a saját méretére készült. Tehát az egy egyedi darab volt. Aztán azt egészítettek ki először csak ez a kis krencl, ez a kis koszorúcska a fejtetőn, aztán később ezt is fölváltotta már az, amit már később hordtak, az a teljes mirtusz koszorú, ami a teljes fejet körbeérte. Az úgynevezett csurak jóval később épült be a nők ünneplős viseletébe. A csurak külön szabás minta alapján készült, mely kihangsúlyozta a nők alakját. Főként misére, templomba hordták a mözsinők. Itt is egy idősebb korosztályt, aki már beköti a fejét, és érdekes volt, hogy idősebb korban is, tehát még az asszonyok is hordták ezeket a színes kendőket, de már úgy, hogy valamit fölülre húztak, tehát egy csurakot, vagy egy ilyen kicsit sötétet, tehát már így ilyen teljesen tarkán nem viselték. És hogy 50-40 éves korba, akkor teljesen sötétre változott a viselet, a szoknyák már sötétek lettek, nem is voltak ilyen nagyon szélesre keményítettek, hanem sok volt alatta a pargit szoknya, ami már kicsit jobban, nehezebb volt, egy kicsit jobban lógott. Itt már egy idős nénit látunk, akin már szinte minden sötét színű. Tehát az unörcihermül, a kendő, a minden szakon már igyekeztek a sötétebb színek felé. Ez egyrészt praktikusabb volt, másrészt meg azért jelezte a korát a viselőjének. Azt, hogy ki milyen gazdagsággal volt megáldva, az is azért jelentkezett a viseletekbe. Ez mindig az anyagnak a minőségén, tehát hogy milyen szép anyag volt például a felső szoknya, vagy ezek az unörcihermülök, miből készült a kendő, milyen minőségi sejemből a kötény. Ezek már mind azt, hogy tehetősebb, vagy nem annyira tehetősebb viselője volt,
de azért igyekeztek a szülők, tehát hogy még, hogy mondjam, úgy kicsit erőn fölül is azért a szép viseletre törekedni. Úgyhogy azért azt nem lehet mondani, ha ilyen csoportképeket, amiket még összegyűjtöttünk a múzeumban, nézegettünk, azért azt nem lehet mondani, hogy olyan nagy eltérések voltak, ha csoportképek készültek. Tehát azért minden, még a szegényebbek is igyekeztek szépen fölöltöztetni a gyerekeiket, a fiatalasszonyokat. Mindenki törekedett arra, hogy úgy szépen viseljék. Aztán volt még egy ilyen érdekes kis ékszer a viselethez, ezt úgy hívták, hogy Carella. Ez gyöngyökből, ilyen kiukasztott üveggyöngyökből készült, és ezt az asszonyok egyedileg varták föl egy anyagra, és ez a nyak méretére készült, hátul csak egy kis gémkapocsal lehetett összekapcsolni, de még a gémkapcsot, tehát hogy így az aprólékosságra, még a gépkapcsot is eltakarták egy ilyen pici kis masnival, hogy hát, hogy még azt se látszom, hogy ott egy gémkapocs van. Tehát törekedtek arra, hogy minden olyan szép legyen, olyan mutatós legyen. Aztán mi itt a faluban úgy gondolom nagyon büszkék vagyunk, legalábbis akik itt szívügyüknek tekintik erre viseletre, mert én úgy gondolom, hogy a sváb viseletek közül is a szinte egyedi. Én nagyon sok felé jártam régebben, még mikor itt tánccsoport volt, és sok viseletet láttam, de inkább a sötétebb színek voltak a sváb viseletekre jellemzőek. Tehát ilyen tarka, mint a miénk, ilyen szép, vidám színű, ilyen sokszínű, ilyen nagyon kevés van az országban, és erre mi azért nagyon büszkék vagyunk. A faluban egészen a 20. század elejéig négy viseletben jártak. Csak a 40-es évek vége felé vetkőztek ki a nők a viseletből, és kezdtek világi ruhát hordani. Napjainkban a Mözsi Német Nemzetiségi Klub tagjai ebben a viseletben lépnek a közönség elé, így életben tartva a tradíciót.